Szervusztok, srácok! Ez itt a Super Mario RPG remake, amit most megnézünk. Ez a 96-os Super Mario RPG-nek a felújított változata, amit a Square Enix-esek csináltak most. Ők azok, akik, mármint ez az a csapat, aki a Dragon Quest-et is csinálta például, és most Unity Engine-be elhozták nekünk ezt a gémet. Erről azt érdemes tudni, hogy itt ilyen körökre osztott harcok vannak izometrikus nézetben, úgyhogy hát ez nagyjából olyan, mint 20 éve. Mármint értitek. Természetesen változtattak rajta annyit, hogy Princess Toadstool, most már Princess Peach és Frogfucius, ugye? Frogfucius, az most már a Frog szaga. Ennyi. Belerakták a könnyebb nehézséget is például. Például ez is újítás, javítottak, pimpeltek a harcokon. Például lehet most már a teljes csapatot is támadni, hogyha ügyes vagy. Nagyjából ennyi. Természetesen normál nehézségen fogjuk nyomni. Milyen jó, hogy ezt most megnézhetjük még egyszer. Hát elvittem. Elvitték Bowserék. Hogy besprintelt. Na, ez most már a gameplay. Már megy is, srácok. Ez már hivatalos, ez már a gameplay. Itt most. Giga csaták, bizony. Én most akkor specialt nyom... Jump? Nem, hát... Az helyzet, hogy... Túl könnyű. Srácok, még megölünk 13 ilyet, és szintet lépünk. Most ez nagyon durva lesz, mert most 1v2. Egyet damolt ránk. Hát ez nagyon megy. Le lehet esni? Nem. Jó. Ki van szögelve az oldala, és ott se lehet leesni. Brutális akciók? Így haladunk, pikpak meg lesz Peach. Ott van, ott lóg. Bocsánat, nagyon tetszett a zene. Mario, készítsd a magadat. Nyomok is egy speciális támadást. Mielőtt még betalálna, nyomni kell egy át. Nyomtam? Nem tudom. Other. Mi az az other? Item. Nincs item. Special. Még egy special. Most nyomtam? Vajon?
Ez már rögtön a fő boss, igen. Nyomtam vajon? Nem tudom, hogy nyomtam már. Még egyszer. Nincs több, ennyi volt, srácok. Néznek, hát konkrétan lepúzott minket Bowser. Én úgy látom, hogy van egy virágunk. Attack the chain. Olyat tudok csinálni amúgy? Jiha! Ott van! Mert hogy ugye Bowser nem tudjuk elverni most még, viszont a láncot azt tudjuk csapkodni. Üdv mindenkinek, srácok! Sziasztok! Hát ez nagyon jó. Ez eddig nagyon jó, srácok. Hopp! Úristen, mi ez a zaj? Úristen, Bowser le fog esni, és még ugrál is rajta. Nézd meg, utánunk dobtak a Mjölnirt. Mário is ugrál rajta. Na várjál, a csillár az nem is eshet ennyi ideig. Ez valami loop lesz, srácok. Mindig az útjában vagyok Bowsernek. Nem örül. Ja, lassítva esik? Aha. Azt mondja Peach, hogy eek. Furcsa ez a game. Hát valószínűleg így furcsa nekünk, így, hogy ugye nem játszottunk ugye az eredeti Super Mario RPG-vel. Mert hogy ez próbálja azt az élményt átadni nekünk, kicsit felújítva. Milyen menő már az a kard? Pi-p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 i
Mario House. Mário is fel van akasztva, mint a ruhája. Jaj. Nincs semmi elrakva, se oda. Wow. Wow. Hát tudunk aludni is. Nagyon király a muzsika amúgy a háttérben. Persze rögtön mentünk egyet. Szóval itt lehet majd menteni. Ott hagyjuk Toadot. Most vajon mi lehet?
Akkor valószínűleg beszélnünk kell Tóddal, mert hogy így nem tudunk tovább menni. Nincs velünk a hercegnő. Elnézést, ha indokolatlannak tűnik a kérdés, de ez is csak Nintendo platformon jött ki. Nintendo-s játékok most Switch-re jönnek ki főleg. Ahogy ez is például. Ó, az arénák között, mert a területek között automatikus mentés van. Elég szomorú. Szerintem ezt már múltkor megtárgyaltuk, hogy a Nintendo-s játékok Nintendo-ról jönnek főleg ki. Szóval 4 coinunk van, 10 virágunk és 8 perc playtime-unk. Na, hát na tessék srácok, már mehet is a boss fight rögtön. Igen, Smithy Gang. Az egykori Super Mario RPG-be is ellenünk kellett harcolni. Az önvég lesz a világ. Na, Vista Hill, Windows Vista. Most akkor nem erre kéne menni amúgy? Hogy most mi van? Most amúgy valamit benéztem, srácok, nem erre kell menni? Én most kicsit tanácstalan vagyok. Mondta nekünk Smithy Gang, a kardos, hogy hát, hogy nézzük meg, hogy hogyan fogok ezzel boldogulni, de hát nincs is semmi. Most ez mi? Szerintem kijátszottuk a játékot. Szerintetek most mégis mit kéne csinálni? Amúgy. Ez egy bonyolult játék, srácok. Biztos aludnunk kell. Na, mi történt? Nincs híd. Ja,
értesíteni kell a gombákok kancelláriát. Na, lehet egy gambánk, amivel vissza tudjuk szerezni a HP-nkat. Szóval, hogyha elfáradnék, akkor tudom majd ezt használni. Na. Nem tudjuk, mik azok az akcióparancsok. Elmondanád, kérlek? Na most elmagyarázzák, hogyan kell harcolni. Először is meg kell nyomni az át. Igen. Ó, szóval többször is lehet ütni. Wow, és hogyha jó időben nyomok, akkor pedig mindenkit sebez. Na látjátok, már megértem. És lehet védeni is atakot? Na jó. Na jó. Így van, tökéletes időzítésnél nem kapunk be sebzést. Na, specialt fogunk csinálni. És jó timingnál pedig olyan furán írja ki a számot, mint hogyha kritálnénk. Jó, hát megérte a tutoriál, srácok. És az akció parancsok feltöltik ezt a góst. Ha eléri a 100%-ot, akkor az ellenségeid jobb, hogyha figyelnek. Jó, köszi. Tudunk súgót is nézni. Száva Smokers, szia JK, szia Misi, üdv mindenkinek, hello, hello. Beszélnünk kell Peach-ra, úgyhogy irány a gomba királyság. Ez lesz az. Mit csinál ott Toad remegve? A bokor mögött? Biztos fél. Jaj, ezt le lehetett volna védeni. Itt meg kritelhetünk volna. Na nézzük. Az időzítés még egyelőre nem megy. Na majd most. Nem, most sem. Most sem. Nem, ez nem megy, srácok. Ez a perfect timing, ez egyelőre nem megy. Pedig most kéne. Jó, akkor nyomunk egy specialt. Ott van, sikerült. Nézd meg, hát leköpött. Ah,
a Mario Rabbids-es örökre osztott stratégiajáték egy pár fokkal élvezetesebb? Hát jó, de az mikori játék? Azt ez meg mikori játék? Hopp, hopp, ott is van. Weakness. Tehát, hogyha rájuk ugrunk, akkor az nekik jobban fáj, mint bárki másnak. Nem egyszerű beugrani a fejre? Ez nem az, srácok. Ez nem az a game. Haltunk, kaptuk, haltunk. Ez volt az utolsó mentés, még 2 perccel ezelőttről. A Redditen néztem egy elég népszerű posztot, egy ember egy pontrendszer alapján összeolozott egy all-time top 200-as játék listát, 15 nagy gaming médiának a listáiból, hát voltak meglepetések. Na, milyen meglepetések voltak? Na nézzük! Én őt akarom. Perfect timing-a. Nem jött össze. Ott is van. A támadásnál még nem érzem. Amúgy. Hát ha van moderátor, nyugodtan adhat linkelési engedélyt Senkonnak. Ott is van. Ott is van! Aue. Hát ezt nem tudtuk levédeni. Na nézzük még egyszer. Hopp! Na, nézzük csak! Na most nem sikerült ráugrani, de összejött. Na nézzük, srácok. A védekezésnél a perfect timing már egész jól megy amúgy. Hoppá! Level 2. Mit szeretnék? Bónusz HP, bónusz Physical, bónusz Magic, illetve bónusz HP. Na, a paratroopára rá kell, hogy ugorjunk, és akkor jó lesz. A modest fellowship expands. Praise the sun. Köszi szépen, Szféra karcoló az ajándékot. Köszi. Srácok, ez egy magyar játék. Magyarul van odaírva, hogy gomba. Gomba! Akarom mondani? Nem akarom mondani. Hoppá! Új, lepörgött az élet előtt, majd a szem előtt az életem. Úgyhogy ad nekünk méz szirupot. Ebben ennyi volt. És ebben van még? Amúgy. Gomba. Köszi szépen, srácok, a pergetést. Ajaj, hát ez mit csinál itt? De csak így ne szaladgálj itt.
Hát védekezésnél sem megy mindig. Ajaj, elfogyott, elfogyott, ez nem lesz jó. Hogy levédtük. A sorsás lehet-e tudni, hogy melyik nap lesz? Nem. Az így nincs meg előre. Az is lehet, hogy ma lesz. Kódot már megint elkapták? Menni fog az all-in? Értető? Értető? Rákriteltünk. Na hát most egy flower tabet kaptunk. A flower itemek permanensen növelik az FP-nket. Valaki közületek már próbált ezt a játékot, vagy nézett róla a videót, streamet? Mármint most ezen streamen kívül. Csak nálam a... Hát ő durvának tűnik. Spiky. Aua. Na hát ezt megnyertük. Azt írja, hogy almost down. Én vagyok az első? Ó, igen. Lord Féri, köszi szépen! Na hát ő itt dobálja? Ajaj, ajaj. Szóval, hogy köszi szépen Lord Feri a 38 hónapost, és köszi, hogy a Prime-odat még mindig rám használod el. Köszi szépen, srácok, a támogatásaitokat. Ők a kalapács tesók. Hoppá, ezt le kellett volna védeni. Ezt is amúgy. Ott is van. Buffolta magát. Hagyjuk már, hát ez milyen támadás volt? Ez csaló támadás volt. 5-5. Új, srácok, alig van HP-m. Ez rip lesz így. Jó, és ezt hogy hagyjuk már? Na is tudtad, hogy van ilyen? Hát ez egy régi Mario-nak a felújított változata. Na majd most, srácok.
De jó lenne ezeket levédeni. Nagyon jó. Kapja. Big boost. Hatos chain. Na ez, srácok. Elképesztő timingolások voltak. Igazából az a lényeg, hogy jókor nyom meg, és akkor easy. Eddig ment a Throwing for Content, most így elkezdett játszani. Megnyitom amúgy a linket, köszi szépen, meg köszi a permitációt is. A lista. Micsoda, Breath of the Wild második a top 200-as listán, és az Ocarina of Time, meg az első. Az komoly, a Tetris az ötödik, szegény Tetris. A Witcher a nyolcadik, nice. GTA 5 harmadik, végig kéne játszani. Honnan jöhetett ez a kalapácsos, azt kérdezik. Tudod te, hogy mi ez? Ezt már kapjuk a kalapácsot. A kalapácsos Mario. Wiiu! Dexre mikor lehet pakolni? Bárcsak. Harminc egyedik a WoW. Nice. A Diablo 2 48-adik. Ott a Battlefield 2 is. Az komoly. Ez milyen lista? Hát ez ilyen 14 nagy gaming médiából összerakott top 200-as lista, all time top 200-as lista. Csak a kastélyba megyünk be. Ugye most el kell mondani neki, hogy mi történt Peach-sel. A Tetris jobb, mint a God of War? Igen. Ez így van. Ez alapján, a lista alapján igen. Olyan hangos volt a robbanás a Bowser kastélyába, hogy majdnem elszórta a spóráit. Elmagyarázta, hogy mi a helyzet. Nagyon tetszik ez a muzsika. Látjátok, ez történt, és ez fog történni. És akkor boldogság lesz. Elképesztő egyébként, hogy tudnak magyarázni így a
Nintendo-s játékokban. Úgy magyaráznak, hogy minden nyelven érted, hogy mi van. Persze, megmentjük. Megmentjük, csak előtte elesünk. Már várod, hogy mikor kúszik be Mr. Bean oldalra? Ő is minden nyelven el tudja mondani a poénokat. Nehogy. Biztos, hogy nem. Így van. Azt mondja, vehetek armort. Srácok, ez egy olyan játék, ahol ami RPG, tehát szépen talentolni fogjuk Máriót, meg öltöztetjük, és varázsolni fog. Ez egy DPS Mario Bilbass. Ez a vendégszoba. Jó, hát én azt hittem, hogy itt a vault. Akkor a vault ott van? Na, mutassad a vaultost. Na hát. Jó, megkérdezzük azért. Ja, oldjam meg magamnak. Igen, sex speedrun lesz, mint a Baldur's Gate-ben. Flower pointot növelünk. Uh-huh. Menüből kell külön eljúzolni. Ez itt egy gomba. HP-t és FP-t is helyreállít. Jó, kösz. Ez jó volt. Arra mi van? Hoppá! Ez itt Peach-nek a szobája. Come back here, mondják ők. Ez nem a Spyro volt, a sárkány? Szegény. Ellopta a nagyapjának az érméjét. Ez milyen lény amúgy? Ez valami kis felhő? A nagyfiúk nem sírnak. Úristen, mit fog ő most tenni? Amúgy ő valószínűleg egy felhő, mert így most elkezdett sírni, azt elkezdett esni az eső. Szóval, gyere segítek. Hol vagy? Lehet, hogy nem erre van, srácok. A nagy fiúk nem sírnak. Hát, akkor nem erre kell menni, srácok. Ott van. Szia. Nedves vagyok. Elfelejtett, hogy miért sírt. Elmondta a történetet, hogy a Kroki megállította és elvette az érméjét. De ő túl gyors volt és nem tudta utolérni. Ő itt kicsoda? Todina?
Úristen, te vagy a Mario? Úristen. Persze, hogy segítünk elkapni a krokodilust. Ja, jó a muzsika. Na, jön segíteni. Hát ez nagyszerű. Most már ketten fogunk küzdeni. Persze, hogy mentünk. Ez itt már a gombás királyság. Szerintetek, hát mondjuk, na, valamit jelenteni akar. Látta őt? Megmutatta Mário, hogy hogy nézett ki. Ott rajta a bazukáját. Ott van. Krokó. Szegény Mário, hogy dülöngél. Mindjárt el fog esni. Kaptunk egy térképet. Na. A banditákoknak az útja. Most ez jön. Hopp, ott van. Aha. Ott volt egy zsák a hátán. Menj haza anyukához, mielőtt még megsérülsz, mondja a krokó. Na, let's go. Hát, nagyon lassúak vagytok. Ott van. Azt hiszi, hogy nem tudunk utána ugrani. De hát... easy. Hát ennyi volt, eddig volt easy, srácok. Hát nem tudom, amúgy. Most akkor harcoljunk. K9-es kutyákok. Na nézzük, azt mondja, hogy sima ütés lesz. Hát amúgy ez... ezt le kellett volna védenünk, de noob voltam. Még egyszer élve. Még nem vetjük be a gaugás move-ot. Ott is van. Ó, ja, ez nem működik. Ja, hogy ez az... ja. Basszus, itt... na jó, most bevetjük. Bevetjük a Toad Assistot. Az komoly. Bár csak tudnám, hogy amúgy most így itt, most akkor mi van? Hogy ő amúgy arra szaladt,
Itt meg van egy csomó farkas. Oda meg nem tudok átmenni. Semmi gond, max meghalunk, nem? Hát ezt nem tudtam kivédeni. Itt meg nem nyomtunk menő támadást, és itt sem mondjuk. Wow! Ha valaki tudja esetleg, hogy merre kell menni, mondjátok nyugodtan. Az gond, az nagy gond. Nyomunk egy specialt, egy Thunderboltot. Ja, látom. Hát, kaptuk. Game over. Szóval, hogy valahol itt ment el. De hogy merre? Gőzöm sincs. Mert hogy itt nem lehet tovább menni. Most akkor ezekkel itt meg kell küzdeni például? Jézusom! Jézusom! A jobb sárga platformnak mozogni kellene, nem? Nem tudok, tehát hogy az fönt van a levegőben és nem tudok oda felugrani. Ezt a move-ot. Na, mit csinál a sárga? Atakát, és még fel is heal előttünk. Tizenhármat. Értitek? 13-at. Az komoly. Hogy leköpött? De... Rá kellett volna ugrani. Azt értem, de hogyha nem ugrok rá, akkor mi van? Ráugrottam az előbb a bal oldalira, de lecsúsztam. Köszi szépen, srácok! Tényleg rá lehet ugrani. Azt hittem, hogy ez sokkal magasabban van. Köszi szépen, srácok! Mm-hmm.
Oké, középen fogunk átmenni. Tűha. Jó, jó, jó. Francban. Hát amúgy ez most nagyon rossz. Mert hogy ugye nincs HP-nk. Jó, amúgy harcoljunk vele, hát legalább szintet lépünk, vagy valami hasonló. Mondjuk ez jogos, nem lehet ráugrani. Az 1v1, ami 2v3. Ez egy nagyon rossz mentés, srácok. De amúgy folytathatjuk 10 perccel ezelőttre. Mert hogy ott volt a mentésünk, ahol már nem nagyon volt HP-nk. Jó, jó, jó. Uh-huh. Jó, jó, jó. Uh-huh. Aha. Uh-huh. Azt mondjam, nem akartam, hogy most még háromszor megcsináljuk, hogy ha esetleg perfect timingot nyomok, akkor talán túléljük meg ilyenek. Üdv mindenkinek közben. Na és most nem fogunk mindenkin átfutni, hanem mindenkit legyőzünk. Természetesen. Na gyere. Nem, nem pazarlunk Thunderboltot. Bár lehet, hogy amúgy kéne. Szóval lehet, hogy el kéne engedni. Tizennyolcat, hogy mennyit köpött ránk a Brackencs. Megnézzük még egyszer. Hát amúgy ugrunk egyet. Sikerült rájuk kritálni. Lassan szintlépés jön. És akkor elvileg most tudok gombát használni?
Aha. Oké. Na. Na most nincsen FP-nk. Úgyhogy most nyomunk egy ilyet. Na ezt még úgyse láttuk, mi ez a sárgaság. Level Essence. És még Atakáp is jött. Akkor mehet a Thunderbolt. Miss. Nagyon jó. Nagyon jó. Most ez nagyon jó, srácok. Mario közben szintet lép. 5 HP, 3 attack, 2 defense, 2 magic attack és 2 magic defense, és megtanulta a Firebolt. Hát attackot és defense-t kérünk most. Na ez most jobb mentés lett, srácok, mint az eddigiek. Mármint, hogy az előző. Még van valaki, akit le lehetne győzni? Nem, ez ennyi. Jó, volt már. Wow! Króka, nem tudom, mit találtam. Na nézzük. Ez nagyon jó, srácok. Ez komoly, ez a Fireball. Thunderboltot két enemire nem biztos. Ó, basszus. Én már megtalálta a síró felhős fireballos metabildet. Ja, már csak ki kéne védeni a támadásokat. Na most, srácok. Ó, de kár, az is lehetett volna AOE. Nagyon jó. Nagyon jó. Szintlépés, sírós felhő szintlépés. Na tessék, megtanulta a HP Reign-t. Nyomd meg az át, mielőtt még véget érne. Fürdő. HP-t. Amúgy nem is tudom. Fizikál. Ja, most már mondja, hogy nyomadhatom a speciálist. Amúgy őket győzzük már le ott. Védenek egy ládát. Na, special. Amúgy nem specialozunk. Bár lehet, hogy kéne special.
Nyomjunk egy ilyet a gizsgugyára. Majdnem perfekt. Nagyon jó. Ez egy HP volt, de nem baj. Once again. Nagyon jó. Üdv mindenkinek, srácok. Ali. Egy gomba. Na gyere. Na majd most. Amúgy nem. Ez egy sima ütés lesz. Frogognak. Nagyon jó. Ez egy special Thunderbolt lesz. Nagyon jó. Very big. Ezt ki kell nyitni, srácok. Hoppá! Ja, ez annyi lehet volna, hogy el tudunk itt szaladni harc nélkül? Ja. Zsák utca. El akar rejtőzni. Mi? Ezt nem is tudom. Nem is tudom, hogy ők honnan jöttek. Hát, nem timing voltam jól. Gyere, ment. Ez se volt jó timing. Na, ez már jó volt. Ott maradt egy láda? Na, bakker. Az mondjuk gond. Ez gond. Jaj, basszus. Nem figyeltem, hogy ők kezdenek. Ott van egy speciális ellenfél. Hát akkor ő megkapja a Firebolt. Levétük, easy. Simáltak. Ott is van. Na, várjatok, valami trükk kell majd ellenem. Mindjárt olvasom, hogy mit írt. Na, lassan szintlépés. Mit írtam úgy? De hogy lehetne őt elkapni amúgy? Így? Várjál. Ja, szóval csak a farkának kellett neki menni.
Jó. Szóval nem szabad, hogy észrevegyen minket, az itt a feladat. És úgy kell megfogni a farkát. Most beszorítottuk, és vissza kell, hogy adja a pénzünket. Nem adta vissza a pénzünket, de cserébe harcolhatunk. Na, az mondjuk gond. Item. Nyomunk egy ilyen szirupot. Az gond mondjuk, de nem baj, megoldjuk, srácok. Ez egy sima támadás lesz most. 3, hát ez mondjuk nem sok. 18 asztalról! Na, srácok, fireball. Nem szereti a tüzet. Jeucs! Na, kérünk egy ilyen... egy ilyet. Ja, hogy megnéztük, hogy mennyi HP-je van. 252 és tűzre, fire, poisonre és mute-ra érzékeny. Hát akkor fireball még egyszer. Én elhasználok le egy gombát. Na de várjál! Ez nem volt jó. Na de várjál! Ez se volt jó. Hát ez szívás, srácok. Hát ez halál. Na majd most. Hát ez gond. Ez gond. Én amúgy örülök neki, de hogy ez most így egy fireball lesz legalább. Amúgy csak jókor kell elvédeni és nincs baj, de hát... könnyen mondani, mint csinálni, ugye? Ja? Ja, hogy ő még tölti is a HP-ját. Franzba. Game over. Szóval a gombát, azt csak a társra tudjuk dobni, kivéve, hogyha már csak én élek, mert akkor csak magamra. Most kezdhetjük előre. Nagyon jó lett. Most megpróbálom jobb kézzel. Eddig bal kézzel nyomtam időre az X-et. Sokkoló, köszi szépen a másfél évet. Nagyon jó.
Ez mondjuk, hát, mindegy. Beregjenek a szvegek, sokkolónak, és köszi szépen a másfél évet. Utalérjük vajon? Nem, inkább itt bevárjuk. Istenem, de hát farkát kellett volna megfogni, nem az oldalát. Mondjuk ez XP. Szevasz, Mice. Nem jött össze. Most jött össze. Most jött össze. Nem jön össze az, hogy időben nyomjam. Köszi, köszi, sokkoló. Na, hol van? Ott van. Na, forogjál, Kösz. Istenem, és megint nem a farkát fogtuk meg. Na. Nem jött össze. Na, de ez most összejött. Megint nem jött össze. Nem baj, lassan szintlépés, és azt be kéne, össze kéne szedjük. Miss! Nagyon jó. Szedj. Basszus. Lucky. Szevasz, Nevron. Double your XP, persze. Hol van Yoshi? Itt. Hoppá! Nagyon durva dupla XP-k vannak. Mario 4-es szintű. Amúgy mehet a Magic. A Fireball nagyon erős. Na. Hol van? Jó. Nem tudja. Te. Tudta. Most. Nagyon jó. Jó, még egyszer. Nagyon jó. Elkaptuk. Na és most jön Big Fight. Na, srácok. Figyeljetek. Jó. Igazából sima ütés lesz. 4. Nagyon jó. Nem biztos, hogy nem csinálunk ilyet. Támadunk. 9. Itt benyomjuk az itemet, az FP visszaállítást. Nagyon jó. Nem tudtam olyan gyorsan spamelni most. Laza hílek, ugye?
Nagyon jó. Kérünk ilyen Toad Assistot. Na ez mit csinál vajon? Egg Shell. Defense Up, hát ez mondjuk oké. Okay. Nagy a baj. De miért nem tudom a Malót hílálni? Rosszul csináltam amúgy. Miss. Miss. Most így... Miss. 9. Miss. Miss. Hát kiégek ettől a misztal. Ja, ki kell választani, hogy kire megy a híl, aha. Oda néz, visszaadta a pénzt. Majd visszavettük. Adios amigos. Szabad van, zöld pénzérme. Üdv mindenkinek közben, srácok, hali-hali. Visszaszereztük a nagyapa érméjét. És itt hagyta a pénztárcáját a krokogály. Hát ez maxi csilles. Ez most furám. Sájgályok ellen harcolunk. Aha. Aha, értem.
Miss. Ki kell tanulni, hogy milyen attack move-jaik vannak. Mario játékoknál megszoktam, mindig pörgős és az ügyesség számít meg az időzítés. Az időzítés az most is nagyon számít. Tehát itt jól kell időzíts. Hogy ugye levédd a támadást. Ez nagyon jó volt, most egyiket se sikerült levédenem. Kérünk egy hiat. Negyvennyolcat híláltunk rá. Még egyet hílelünk. Csak most magunkra. Nagyon jó. Már nincsen több FP-je. Hú! Hát most oda-oda a szorzó. Ötös chain. Hatos chain. Chain. 8-as chain. 9-as chain. 10-es chain. 11. 12. 13. Ó, és itt el is szúrtam. Hát ezt meg már nem. Nyolcas, nagyon jó. Ja, még jöttek. Basszus, oda a szorzó.
Miss. Szia, Sinamizus! Tízes chain. Nagyon jó, 11-es chain. 12-es chain. 13-as chain. Uhuhuhu! Fú! Igen, nem fej a fejem, és két nap után tudsz a mini kávét. Na, basszus. Hát hogy ez a nagy fejfájás? Tizennégyes chain. Asszus, 15-ös, oké. 16-os. 17-es. 18-as. 19-es. 20-as chain. 21-es. 22-es. Very big. Ja, frontos. 24-es chain. Pass. 25-ös, jó. 26-os. 27-es. 28-as. 29-es. Úristen, 30-as. Very big. 31-es. Elképesztő, elképesztő chain-ek vannak. Megyünk tovább. Nincs megállás. 32-es. 33-as. 34-es, jó. 35-ös. Elképesztő. Miss. 37-es. 40-es. 41-es, srácok! Miss, hát ez nagyon jó. Jó, nem szakadt meg. Úristen, 50-es. Na, 51-es. Srácok, elképesztő, elképesztő, hogy mit megyünk. Ebből egy szintlépést is össze kéne hozni. Én azt mondom nektek, ezek után. Basszus, benyeltük. Miss. Thank you.
69-es chain. Most már megcsináljuk a szintlépés, srácok. Na, special. Ott elszúrtam amúgy. Elszúrtam. Ugye teljesen úgy, hogy 10 után már nem ad akkora boostot. Meg igen, chainelem, ja, de hogy lehet perfekt is nyomni. Perfektet meg nem mindig találom állam. Szintlépés már jónak, aha. Kikérjük az autóatakot, mármint ugye a sima atakot. Van. Még egy kell, ne szívassatok már. Még egyet, akkor elverünk. Basszus, rosszul vétük. Biztos szintlépés. Ja. Hát amúgy őket most így lehet nagyba farmolni. Na és most ki van itt? Kardos. Clay Morton. Na, azt mondja, hogy kérünk egy ilyet. Ez mit csinál? Ha nem emlékszem. Power Mushroom. Attack up.
Na most be kell vetni a Thunderboltot, srácok. Clay Morton stunolva lett. Kérünk olyan szirupot. Azt mondja, ez olyan volt, amit nem lehet blokkolni. Na most! Elvileg le lehetett volna védeni, csak béna voltam. Ezt, hát igen, ezt is le lehetett volna. Ujjjjj, na ez most gond. Ez most gond. Iszunk egy szirupot. Na hát ez még mindig gond. Jó. Sima ütés Clay Mortonra. Basszus, pedig gyakoroltunk. Gyakoroltunk ehhez képest. Ez most mi volt? Ehhez képest egy csomót bénáztam. Le kell őket csapni. Basszus, srácok. Jó, kérünk hírt. Hú, még jó, hogy misszáltál. Sima támadás Clay Mortonra. Ott is van. Elsőre. Köszi. Szerintem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 csillag van, és a 7-ből egy megvan. Megállapították, hogy nagyon erős vagyok, és most mennek figyelmeztetni a főnit. A kancellár elbújt. Micsoda megkönnyebbülés, Mario.
Először a hercegnő, most meg ez. A nagypapa majd segít nekünk. Mário az egyetlen reményünk. Csak a szokásos. Na. Srácok. Részemről ennyi lett volna ez a játék. Belekukkantottuk, megnéztük, hogy milyen, hát amiből lemaradtatok, kimaradtatok, hogy akár négyen is tudunk egyszerre lenni, és akkor úgy még több kombó lát. Mert ugye most csak a síros felhő volt velünk, Mário mellett, de hát itt szépen lehetett szinteződni, meg így a végére már kezdtem ráérezni, hogy hogyan kell atakot csinálni, ami amúgy egyszerű, mert igazából csak jókor nyomod meg az át. De ami nehezebb, hogy perfekt időzítést csinálj, a perfekt időzítésnél például nem kapsz a sebzést, ha éppen rátámadnak, illetve tudsz kritálni, és akkor AOE-ba megy a sebzésed. Ez egy egyszerű Mario játék, felújítva Switch-es verzióra. Még volt valami Wii-s verzió is ennek a game-nek 10 éve, de ez egy 20 hány éves is? 20... Nem megy ez a matematika. 27... Ja, 27 éves játék felújítva, úgyhogy hát mechanikákban nem kell olyan komolyabb dolgokat keresni, mint például amit mondatok Mario Rabbids-re, mármint a Mario Rabbids-nél. De ez ilyen. Ez jelent meg most, így az elmúlt napokban. Hát amúgy 10 napja. 17-én, hogyha minden igaz, csak hát postások azok nálam. Nem működnek a legjobban, de megjött. Illetve, hogyha akartok ezzel a játékkal kapcsolatban ilyen kis apróságokat nézni, raktam fel a YouTube-ra ilyen kis kibontogatást. Köszi szépen, Nintendo, hogy meg tudtam nektek ezt mutatni.